Én is ott találkoztam rendesen minden péntek és szombat este. És hát ugye nekem azért az, hogy csináltam erről egy filmet, azért egy kicsit mást is jelent. Tehát nekem azért a filmet is jelenti. Hát azért a film nem tudta kitörölni azokat a, hogy is mondjam, emlékeket, amiből adódik az, hogy én ahhoz a témához egyáltalán hozzányúltam. Úgyhogy nyilván a mélyén a lelkemnek a sztorik vannak, meg az arcok, meg az a rengeteg speciális szituáció. Nem tudom, tehát egy bonyolult. A Moszkva tér ugye az arra jó, hogy egy expozíció legyen egy történetbe, tehát ahogy találkozunk valakivel és elmegyünk valahová, aztán maximum az éjszaka egy pontján áthaladunk rajta, de olyan sok drámai nem történik, tehát hogy milyen történet fűződik hozzá azon túl, hogy mondjuk a filmet csináltam, és akkor ahhoz kapcsolódik például, hogy az első forgatási nap, aztán sokszor meséltem, de az ilyen, az tényleg fura volt, hogy az első snit és az életünk első filmje volt a Garas Danival, és volt egy ilyen kránunk, hogy így ment föl a kamera, és először volt 35-ös kamera, és először volt krán, és az első forgatási nap, és pont a Moszkva téren, és éjszakai snitre készültünk, de úgy délután már oda mentünk szerelni, nappalba, és úgy kérdezgették az emberek, hogy itt mi lesz, és akkor ilyenkor mindig elmondjuk, hogy forgatás, meg nem tudom. És a Pajor éppen ott volt így a Híd Gyüli nevében zenélt, vagy nem tudom, már a rock and roll időszaka után, és így kérdezte tőlem, hogy mi lesz itt, srácok, és mondtam, hogy hát így forgatni fogunk egy filmet a Moszkva térről, és ebben a pillanatban így elindult a krán, benne a Garas Danival így az ég felé, benne a kamera, és így felnéztem, és akkor a Pajor is felnézett, és akkor mondta, hogy áldja meg a filmeteket az Isten, tudod, és akkor így megáldott minket. És így kezdődött az első forgatási nap. Elmesélte? Elmesélte? De jó, tehát emlékszik? Emlékszik rá? De jó, hogy emlékszik rá, mert így, nem tudom, szóval én nagyon kis csávú voltam a Pajorhoz képest mindig, tehát ő nálam egy generációval azért följebb van, a Xantuszék, meg ugye ez a brigád, és hát így azért nagy rajongója voltam, tehát én nekem a kamaszkoromnak azért így a meghatározó figurája volt így a magyar zenei életben. Nyilván ez egy önéletrajzi ihletésű történet, de hát össze-vissza gyúrtuk a karaktereket, amikor a forgatókönyvet írtuk, tehát kellett egy rossz fiú, egy megmentésre érdemes hős, tehát most így mit tudom én, tehát a karakterológia az már egy sokkal nehezebb dolog az, amikor az ember rá, és ez egy diploma forgatókönyv volt, amikor az ember sokkal iskolásabban gondolkozik még. Tehát, hogy nem valódi a figura, mert többből van összenyúlva és összegyúrva, vagy így összerakva, de mondjuk a Royal nevet, vagy a Kigler nevet, azokat kis módosításokkal, de azért például a ismeretségi körből szedtük. Mindig vágytam így, nem tudom, gyerekkoromban egy ilyen Farkas Bertalanos kozmosz rakétára, amilyen, nem tudom, csak így a menőbb gyerekeknek volt, és valahogy nekem nem jutott, és amikor forgattam, akkor így keresgéltünk ott mindenféle raktárakban a berendezőkkel, és akkor ezt így megtaláltam, és bele is forgattam a filmbe. Egy kellék, ahogy a Gotthár szokta mondani, az megcsinál egy jelenetet sokszor, amikor hogy az ember úgy már a színésszel teljesen el van veszve. Hogyha már Pajor is megáldott a első forgatási napunkat, ami azért 2000 nyarán volt, hogy tavaly kint voltam egy fél évig Amerikában, és jött egy e-mail a Pajortól. És nem is, előtte nem voltunk így e-mail kapcsolatban, hogy az új lemezén van egy Moszkva tér című szám, és hogy csináljunk már együtt rá egy klippet. És akkor én meg mondtam, hogy én most jöttem ki Amerikába, és csak 5 hónap múlva megyek haza. De hát nyugodtan használd a filmemet, meg a bármit, csak én nem tudok benne részt venni. És akkor visszaírt, hogy hát ő igazából valami újat szeretne csinálni, és akkor inkább megvár, amíg hazajövök. És az olyan jól esett, hogy így
Valami. Hát biztos a zsiráf szólt neki, meg ő adta meg a számomat, meg ilyesmit, tehát azért ezek a networkök még így hála Istennek léteznek. De hát most már lehet, hogy ennek a kiállításnak a kapcsán most találkozunk, és tényleg csinálunk arra valamit, bár már nagyon más lesz ott azon a téren forgatni. Tehát most ez egy kicsit pervers dolog, de azért a felújított téren szeretnék valamit csinálni, hogyha Pajorral, az még külön izgalmas lenne.